Mi a network marketing legnagyobb nehézsége, és mire a megoldás? A network marketing legnagyobb nehézsége, ami miatt a legtöbb ember bele sem kezd, a rengeteg elutasítás, a nemek. Ugyanis az ember nagyon nehezen viseli azt, hogyha neki nemet mondanak, ha elutasítják. Hadd meséljek el egy történetet. Egy volt kamionos kollégám, aki mindent bejárt Bagdadtól Teheránon keresztül a világ végéig, mindig úgy kezdte a történeteit, hogy hát hazudhatnék is, de minek? Hát én sem fogok hazudni, mert minek? A történet lényege, hogy van egy ismerősünk, aki gyerekkorunktól kezdve ismer minket, és 50 éven át dohányzott. És emiatt a lábában a hajszállerek hát elég katasztrofális állapotban vannak. Talán ennek köszönhető az, hogy egy fekély alakult ki a lábfején, ami semmi áron nem akart meggyógyulni. Pedig a papa próbálkozott mindennel, a ráolvasástól, a különböző kenőcsökön és a mágnes terápiákon át mindent, de nem. Csilla a párom ajánlotta neki a DXN termékeit, amire az volt az azonnali reakció csípőből, hogy ja, persze, mindenki el akarja adni a dolgait, de persze, hogy dicséri. Én megmondom őszintén, lemondtam róla, mert az akarata ellenére én nem akarok megmenteni senkit. De Csilla nem adta fel, és szelíd erőszakkal csak rávette az idős urat, hogy próbálja ki ezeket a termékeket. És hát nyilván véletlen, de egy pár hónap múlva begyógyult az a seb, ami eddig semmitől. És akkor a papa, de mint akinek a fogát húznák, hát azt mondta, hogy nem tudok másra gondolni, bár szeretnék, de hogy csak attól gyógyulhatott meg a fekély. Ezt a történetet csak azért mondtam el, hogy látod, hogyha olyan emberről van szó, aki téged jól ismer, nem kételkedik a tisztességedben, még kedvel is, még egy ilyen embernek is az az első reakciója, hogy persze, te ezt csak azért mondod, mert el akarod adni. Olyan is volt már, aki kerekperec azt mondta, hogy ő ezt nem hiszi, és kész. És képzeld el akkor, hogy mennyire természetes az, hogy idegenek, akik téged nem ismernek, elutasítják. Ennek viszont egyetlen egy megoldása van, mégpedig az, hogyha van elég érdeklődőd. Hogyha naponta 2-3 embernek tudsz bemutatót tartani, vagy 2-3 ember feliratkozik a hírlevél sorozatodra, akkor mit érdekelnek a nemek? Mit érdekelnek azok az emberek, akik nem megmenthetőek? Hát persze, kár értük, de az ő életükért mégiscsak ők a leginkább felelősek, nem? Keresd inkább azokat, akik nyitottak erre. Keresd azokat, akik nem utasítanak el. Találd meg azokat, akik, ha nehezen is, de csak beismerik, hogy hát nem tudnak másra gondolni, mint arra, hogy ez segített. És nagyon fontos, hogy ehhez tanulj olyan módszereket, amivel sok embert el tudsz érni. Ha nem akarsz lemaradni a következő videókról, akkor lájkold a Facebook oldalamat és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Van egy kérdésed, amire választ szeretnél kapni, akkor azt írd ide a kommentbe. Tarts velem és váltsunk azt a te együtt!